Hát nem akármilyen körülmények között folytatódott a bajnokság számotokra, ugye félbeszakadt a Paks elleni mérkőzés, illetve téged kiállítottak, amíg edzőként nem fordult veled elő. Nem, ez az első. Soha nem fordult velem elő. Remélem, nem is fog többször. Nyilván én is próbálok erre majd odafigyelni. Nem mindennapi körülmények voltak, de hála Istennek minden rendben van, és a Mészi is jól van, ez a legfontosabb. Az egészség mindennél fontosabb. Volt egy szituáció, ahol két játékosunk is ütközött, és ebben alakult ki ez a helyzet. Utána roham lépett fel nála, agyrázkódása lett, elvégeztek rajta a szexárdon mindenféle orvosi vizsgálatot. Édesanyja haza tudta szállítani, és csütörtöktől tud visszatérni az akadémiára. Újra el kell végezni ezeket a vizsgálatokat rajta, és majd szép lassan térhet vissza hozzánk, de reméljük, hogy minden rendben lesz. Reméljük, minden rendben lesz hétvégén is, az első hazai bajnokin, a 2024-es naptári évben. Mit kell tudni az ellenfélről? Itt minden csapat az U17-es bajnokságban jó csapat, vannak jó játékosok, vannak kulcs játékosok az ellenfélben is. A Vasas az első mérkőzését megnyerte, a Diósgyőr ellen 2-1-re tudok róluk összességében mindent. Komolyan kell nagyon venni, minden mérkőzés nagyon nehéz, tehát itt lehet látni ebben a bajnokságban, hogy a mérkőzéseken bármi történhet. A legfontosabb a saját játékunk, és arra koncentráljunk. A Juventus legyőzése az már a régmúlt része? Az, ahogy mondod, az már régmúlt, az már nagyon rég volt, szóval most már csak a Vasas, senki más.